gyilkosság van. Máté helye. Krokodilgyík! Valami zúg! Ez kurva jó! Végén vaskoralábén kell menni! Hát nagyon krokodildandi van! Nagyon krokodildandi van! Végre erdős környezetben vagyok, de nem olyan kisebb erdős, hanem ilyen kibaszott nagy erdős környezetben! Bazd meg. Na, ez az első erdőszakasz, amit így megnézünk úgymond, ezt csak így bejöttünk, meg megláttuk, hogy van egy ilyen erdősebb rész, aztán ki volt írva, hogy mocsarasság van, jellegge problémák adódnak, és hát itt nem nagyon lehet mászkálni, bár lehetne, nem éppen a legbiztonságosabb útvonal a világon. Hát például itt előttem már megint kezdődik a mocsaras környezet, de ki van deszkázva mindenhol. Ilyen jellegű dologról van szó. Most elindulok visszafelé, hogy lássatok nagyjából az utat. Úgyis tudjátok, hogy sok ilyen videó volt régen, most legyen már egy ilyen belső, nézetes kis mászkálás jellegű. Ez valószínűleg nyáron szebb, mikor ki van rügyedzve a dolog. De most is van egy feeling egyébként. Na az erdő, meg ez az ösvény cucc, ez most visszaadja a magyar feelinget. Picit valamelyest, részben, nagyjából. Szeretjük az ilyet, ugye? Legalábbis én, tudjátok, hogy jól, hogy mi van? Tudjátok nagyon jól. Elérkeztünk a mocsári sünhöz. Ott a külső résznél átjönni egy élmény volt egyébként. Kicsi éppen könnyű belépni. A biztonság az nem garantált. Az igen, ezt most veszem észre, bazd meg, mi ez? Kidült egy fa, annak a gyökérnek az ajzata. Az alja. Gyökér alja. Érted? Nem a te aljad, te is gyökér vagy, de nem a te aljad. Ez egy valódi gyökér. Te is az vagy, mindegy, nem tudom, miről beszélek meg kivel. Ott lesz a bonyolultabb rész, libikókás, deszkából eszkábált, ácsolt szerkezet. Lehet elkaptam szapított betegséget egy picit, mert taknyozódom, meg levegőt is nehezen veszem, szóval az csodálatos lesz, hogyha így lebetegszem. Itt a nagy nyaralás közepette, ami tavaszozás inkább. Na, itt látjátok, van egy méter a kettő izé között köbben. Deszka között. Nem nagy dolog átlépni, de az a deszka maga ez eléggé sűjesztő jellegű szituációkat teremt. Itt meg nem bírsz átlépni odáig, semmiféleképpen az a baj. Szóval a fa gyökerére kell támaszkodni, szó szerint is akár, és mehetsz tovább. Itt megint egy nagy lyuk van, de szerencsére itt a fa megvéd minket, és aztán lehet Assassin's Creed-ezni. Néhány helyen folyik a víz. Ez egy szép környék. Még ha nem is olyan hosszú időre, legalább most sikerült végre kicsit bemászni egy erdőbe, főleg egy különlegesebb fajta erdő volt számomra, mert ilyen mocsaras helyzetekkel még nem voltam soha szemben. Tök jó. Lesznek jobb erdők is majd ma, még, persze. Mi a kurva anyád? Illetve remélem, hogy lesz még. Mert ugye az van tervben, hogy nagy erdőmászkálás lesz, meg kihalt környezet. Lehet a következő rész a videónak már arról fog szólni. Nem spórolok, van nem két kamera, még ezen kívül. Ugye ez a telefon. Szefinél van három másik kamera.
éjjellátóval együtt, mert majd megyünk éjszaka is erdőzni. Meg ilyenek. Kell egy zsepi. Mert ez nem állapot, geci, ez a lihegés jellegű. Aztán majd begyógyszerzem magam estére szerintem, hogy még véletlenül se essek bele valami kórba. Szeretjük, én mondom, ezt a környezetet nagyon szeretjük. Néző. Bélyegkép jellegű esemény sorozat lesz ebből. Na, találkozunk még. Második erdős szakasz. Ez már nem mocsaras, ez az a tipikus. Hát ilyen fenyő jellegű erdőzet. Ez nagyon tetszik, mert ezt a fajta amerikai feelinget akartam átélni, ugye? Mint van a filmekben, ilyen faszom erdős részek. Személyében. Ez a Pine Barrens nevezetű hely. Itt őshonos a Jersey Devil, amiről Szefivel már készítettünk ugye legendák nyomában. Ez az erdő réteg, ez az erdő környezet, ahol a Jersey ördög nevezetű legenda mint dolog megszületett. Na, csak kinyögöm be az a mondatot. Ez nagyon szép környezet. Úgy tényleg kurva szép. Meg ugye hát itt zöldek a dolgok azért nagyjából, mert hát örök zöld dolog a fenyő. Tudjuk, mert a nem a mindegyik, hanem a legtöbb. És beledobott a feelingbe. Csak egy dolog rondít bele egy picit. Egy dolog az, ami nem adja teljes mértékben vissza ezt a magyar erdőzetben mászkáló jelleget, hogy túl lapos. Ugye, hogy bármen nézel, semmi domb jellegű, vagy ami kitülemkedés, hanem totál sík egyenes. Amikor ott pont van egy lefelé lejtő, tehát nagyjából az egész sík terület, és hiányzik belőle ez a picit kaotikusabb, dombosabb, hegyesebb, szakadékosabb dolog, de nem baj. Jó, hát én a Mátra gyermeke vagyok, ugye? A Mátrában születtem, illetve nem a Mátrában, de a környéken születtem, nőttem fel minden. Valahogy hogy Vecsés, 60 Pest környezet is eléggé szar volt, úgymond ilyen szempontból, mert sík, egyenes. Mi a geci van ott? Pillanat, az durva. Ezen a részen nem fogjuk megtalálni azt, amit keresünk, amiket keresünk. Én találtam valami mást. Valamiféle lerakat. Még az is lehet, hogy erre járt. Valami mutáns szerzet, és itt próbált magának fészket, élőhelyet gyártani. Még egy kanapét is beszerzett. De mivel túl nagyok a körmény, ezért szétvágta véletlenül. Ezt vissza fog bejelentkezni majd videóba. Egybe felkerül ez majd, ugye. Nem tudom, hogy mennyire lesz élvezetes, vagy bármilyen, de nézzétek már ezt az erdőt. Neked is felállt, ha nem, akkor takarod a csatornámról el. Jó, nem viccelek ilyen csúnyákat. Mert ez nem szép dolog azért, amit mondtál, Kasztia, most. Ha nézzük, megsértődtek, leiratkoznak. De ez az az erdő, amire azt mondom, hogy erdő. Most már úgy telibe vert kenyér. Meg a másik dolog, hogy elsősorban ugye nem videózás jellegével jöttünk mi ide, mert hogy ide pont, hogy mondjam, szóval, hogy így nyilván nem veszek fel mindent, igazából elég kevés mindent veszek fel, kevés dolgot, ami kár, de hát nyilván most nem baszom el azzal itt a dolgokat, hogy fontosan videózgatok orbaszáj, mert nem is tudnám, mi is annyi helyem a világon. Hiába három kamera, meg 128 gigás SD kártya. Jobb azért, hogyha vannak ilyen nyugodt pillanatok, zabálások, mindenféle. Szóval, ja. Király arc. Jó, cap. Volt itt a közelben egy afféle elhagyatott kis falu, 4, 5, 6, 7, 8, 10 épülettel,
minden, azt mondták elhagyatott, de közben valaki megvette azt a környezetet, és elkezdett építkezni ott meg minden. Szóval oda nem tudtunk elmenni, agyfaszt is kaptunk igazából, hogy ilyen szinten lezárják ott a dolgokat. Az egész környékre ott nem lehetett bemenni az erdőbe sem, mert magánterület lett, mert megvették, mit tudom én, hány hektárnyit, vagy holdnyit. Ezen kaptunk nagy agyfaszt. De volt, van itt még a közelben egy elhagyatott valamiféle gyár volt. Most azt keressük. Szefék visszamentek a kocsiba, mert ilyen 200-800 mérföld hosszú ilyen földút szakasz van. És majd jövök rajta 20 perce, én tovább jöttem egyedül. Ők meg kocsival jönnek majd utána, mert úgy gondoltuk, hogy nem évünk be kocsival, de ide be kell jönni kocsival, mert kurva hosszú út. És nem akarok elbaszni az egész napot, az, hogy csak keresgélünk és nem találunk semmit. Igazából, ha mai napot eddig össze kellene foglalni, azt mondanám, hogy a jelmondat az, hogy ne bízz a Google Maps-ben, mert csal meg hazudik, amennyire csak lehet. Itt bizony nem lesz semmi, ha jól veszem ki. Milyen szép kis izé környék. Megyek tovább. Hát most mondjátok, hogy nem gyönyörű, sűrű erdőzet van ott. Ja, hát annyira szép. Csak hát amit akarok, azt nem találom. Amit akarunk, azt nem találjuk. Beszéltem korábban arról, sűrű erdő. Na de, na ez bazd meg sűrű. Konkrétan sűrű. Hát de nézd már, geci. Mármint most ez így komolyan. Itt esküszöm, azt is elképzelném, hogy itt lakik egy háromfejű kőműves. Mert annyira bármi lehet a fák között, tényleg baszki. Mármint, hogy most komolyan, mi ez? Nem látsz 10 méternél tovább. Olyan szinten sűrűsödés van. Ki tudja, milyen goauldok laknak itt, vagy goldamék, vagy vaskos karcsi, petya, zatyó. Megvan! A susnyás közepén kellett 3G-vel bazd meg netezni. Azt tudjátok milyen? Hát olyan, mint a elveszett királyfi. Egyszer volt, hol nem volt. Szóval... Melyik látszódok eddig a videó? Egy kurva, semennyi szerintem, egyszer max, mikor ott állsz valahol. Szóval egyik videóban láttam egy fotót, ami csávó csinált erről a helyről, egy fotót, amin látszott egy fa az út mentén, ami fehérre van festve. Nem teljesen, hanem így a fatörzsén van egy ilyen, mit tudom, fél méterszer fél méteres kocka alakú faszfestés, és hogy ott kell bemenni. Na most ezt találd már meg egy ilyen 30 mérföldes út szakaszon, ugye? Valahogy sikerült végül megtalálni, visszakocsikáztunk, és most itt vagyunk. Ti nem látjátok. Mátéland. Remélem nem összek itt ilyen madárpókok, meg ilyen gyilkos fajzatok. Akkor megölöm magam. Az konkrétan úgy. Gyönyörűséges kis... Neked? Vát? Szefi aksi meg lemerült. Vát! Ó, bazd meg! Nem eleztek itt olyan pókok, ugye, mint a videóban? Tövi! Van belül is hely, vagy csak ennyi? Várjál. Az igény egy cik. Gondolom faszom. Várj, most mi a fasz történik? Lett fénye? Aha. Az igen az alagút. Újjaj! Szellem itt vagy! Most lett fénye? Nincs fénye, azt faszom, mindegy. Nem, izé, nem van szerintem. Nem jó az éjszakai? Nem tudok felmenni egy kézzel. Bocsi, hogy én össze-vissza volt a videó, ennek ez a része. Valamelyik az egész videó össze-vissza. De itt ki kell fürkészni, hogy most miért nem jó az ilyen látás. Az igen, bazd meg.
ezt kanyarodik el arra, és megy végig arra el hátra, ez a csatorna rendszer, meg itt is van egy ilyen underground tunnel system jellegű eseményzet. Hát, én helyekre nem fogok bemenni, nem bánjátok nézők. Nézzünk fel egy picit jobban. Basz meg, ez három kész, hogy felmásszak ilyen helyekre. Remélem a szélzaj az nem zavaró, mert van valamennyire nagy fajta lurker. Alagút! Hiába van pókiszonyom, hogy be akarok menni. Nem mint hogyha látnék pókot, vagy lenne, vagy nem tudom. Az igen, geci! Még lefele is megy valami. Na bocs, hogy ilyen csúnyan beszélek. Kit érdekel ez? Na. Csak találtunk egy ilyen elhagyatott környezetet. Ház, lakóság, környezet. Ennél talán a másik az olyan szinten lett volna jobb, hogy sok elhagyatott ház. Lakóházak, mit tudom én. Csak ugye, mint mondtam, felvásárolták valakik ezt a környéket. Fel kéne jutni ide. Ott is van még Dick. Itt a kiállat az egyik csatornarendszernek. Úgy látom. For all you touch and see is all me? Valami még lett volna hozzáírva. He is. Itt valami démon szekta van. Nem tudom, mi ez a hely, itt bent. De legalább nem a legbíztatóbb környék. Az milyen jó kis kép már ott a falon. Az UFO. Vagy mi az Alien. Vágod. Az a. Hátul is van valamiféle. Elég közel van az úthoz. Úgy gondoltam, beljebb lesz. Ezért is indultunk el igazából beljebbi részekre. Aztán ugye, mint látjátok, igazából fail volt ilyen téren. Mondjuk még valaminek lennie kell, én láttam többet erről. Ez nem a teljes. Hol a teljes? Láttam a helyről képeket, de az, amit én láttam, az nincs itt. Vagy igen? Vagy mennyire bontott lett azóta? Jobban lebontották a helyet még inkább. Még ez elég jól néz ki, Jurassic Park fejűek. Többnyire magamra gondolok, és a szexre. Vád. Épület, csak nem látszik lófasz se.